Mit faragsz ács? Mit faragsz itt egy késő éjjel? Akasztófát faragok, pöltemben függ majd ezen. Oly gyanútlan, oly vidám, olyan teli, olyan ép, s holnap ezen folytja meg a nyomorú söpredő. Mit faragsz ács? Mit faragsz itt egy késő éjjel? Akasztófát faragok, holnap tört függ majd ezen. Nagy tudomány, mostan is, forgas egész éjjel át, s holnap ezen köti fel a tudatlan utaság. Megteremtette a hangulatot ez a vers az aradi vértanúk tiszteletére rendezett ünnepségen Siklóson. A várudvarban megtartott esemény nem mindennapi látványelemeket tartalmazott. Az önkormányzat és a Siklósi Hagyományőrző Egyesület közösen szervezte meg a programot. Nagyon-nagyon köszönjük a Siklósi Hagyományőrzőknek a kollektív megjelenést, mert nagy létszámmal és rendkívül sokat dolgoztak azért, hogy egy ilyen rendezvényt, egy ilyen minőségi rendezvényt itt a várudvaron meg tudjunk tartani. Alapvetően a rendezvények mindegyikét újra gondoltuk egy picit, március 15-ét is, június 4-ét a Nemzeti Összetartozás napját is, természetesen a vár bázisán tartottuk meg, és így szerettük volna október 6-át is megtartani az emlékezésünket. Itt a vár udvarán úgy építettük föl, hogy legyen ennek egy a szokásos beszédekhez és a látvány elemekhez, az effektekhez kapcsolódó része. Igyekeztünk egy nagyon rövid, tömör műsort összerakni, egy félórás műsorban gondolkodtunk, és természetesen fölöltöztettük a várnak az udvarát, fénnyel, hanggal és minden egyébbel. Természetesen ez egy nagyon mozgalmas eseménynek került megálmodásra, és az is volt egyébként, itt láttam a nézőközönségen, hogy nem a pulpitus mögött állva, hanem velük együtt megéltük ezt a rendezvényt, és belevontuk egyébként a gyerekeket is a hagyományőrzőkön túl, mert azt gondoljuk, hogy a fiataloknak talán így könnyebben átható az az üzenet, amit ez az október 6-ai történelmi gyalázat hordoz magában. És úgy látom, hogy a jövő, a gyerekek is nagyon élvezték egyébként ezt a megemlékezést, ezt az előadást. A szokásos zászlófelvonással építettünk egyébként egy pici díszletet, egy bitófát, és megpróbáltuk úgy összerakni ezt az egészet, hogy kiegészítendő a szokásos délutáni koszorúzást, amin természetesen a város vezetés a várbaráti körrel együtt megtartva egy-másfél óra különbséggel, most itt este megvárva, hogy besötétedik. Én azt gondolom, hogy egy új elemet tudtunk hozni október 6-án is a siklósiak életébe. Nem kérdés, hogy a jövő évben is hasonló metódus szerint fogjuk megtartani ezt az eseményt, és tényleg mindenkinek csak köszönetet tudok mondani. Sokan voltunk, és nagyon sokat dolgoztunk azért, hogy ilyen minőségi módon tudjuk ezt az emlékezést megtartani. A műsor lebonyolítását a Hagyományőrző Egyesület végezte. Az Egyesület 2009. július 15-én alakult. Jelenleg ugye a szakosztály úgy néz ki, hogy két szakosztályunk van, egy lovas és egy gyalogos szakosztály, így együtt az egész Egyesület nagyjából ilyen 20-25 főt számlál. A célja, hát alapvetően a célja az a magyar katonai hagyományőrzés minden formában, ezen belül van ugye a lovas szakosztályunk, aminek a tevékenysége sokkal bővebb. Tehát gyakorlatilag minden, ami lovas bemutató és ehhez kapcsolható, azzal foglalkozunk mi. Innen jött egyébként magának a technikának is az ötletet, tehát ezért kezdtünk el fejleszteni. Van egy önálló éjszakai lovas bemutatónk, amit szintén Rolanddal csinálunk már egy ideje, és ő narrál, és ő is segít ebbe összerakni, mivel színházban dolgozott nem keveset, de ezt meg elmondja. Tehát azért kezdtük a lovas bemutatót csinálni, és ott szerettünk volna egy újdonságot hozni, fények, látvány, hang, stb. És jelenleg itt most az Egyesület, és az a célunk, hogy a továbbiakban is az előadásokat nyomjuk. A következő előadás, amit most majd látni fognak a kedves nézők, augusztusban lett volna, de sajnos ott az augusztus 20-ai eső az minket is megijesztett, ezért elhalasztottuk, és kénytelenek voltunk eltolni tavaszra, egészen pontosan pünköskor csináljuk majd, hogyha minden jól megy. Az újkor ifjúság egész ember lesz. Árpádon dicső szentjei, virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazájé az életük. Kísérlő, golyó általi halál.
Mindenféleképpen szerettünk volna egy új utat keresni a megemlékezések terén. Ugye általában ilyen iskolai hangulatúak szoktak lenni ezek a rendezvények, de mi most próbáltunk egy picit váltani. Ugye az egyesületnek a háttere, a szakmai tudása segített nekünk abban, hogy technikailag is most már modernebb köntösbe tudtuk öltöztetni ezt a mai megemlékezést, és hát összefogás. Mi nagyon híresek vagyunk arról itt Siklóson, hogy megmozdul a nép, és a különböző szerepekre könnyedén találtunk szereplőket, játszókat, gyerekeket, akik meg tudták jeleníteni ezt a megemlékezést, ezt a gyönyörű estét. Szerintünk jól sikerült. Az aradi vértanúk az a 13 magyar honvédtiszt, akiket az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése után, illetve az abban játszott szerepük miatt Aradon kivégeztek. A 12 tábornokra és ezredesükre emlékeztek így Siklóson.